kicsit többet meg fogunk tudni rólad, Kata, szerintem a mai napon. Azért az ember a párjával, mondjuk én nagyon de sok mi mindent tudok rólad. Olyan jó kedve volt egész nap, már a sminkbe is annyira fel volt dobódva, komolyan. Miért? Ő nem szereti egyébként az ilyen helyzeteket. Tehát ő azért egy ilyen konzervatív lány. Mindenki azt hiszi, hogy egy ilyen fémfatála. Egyébként az, de hogy ő egy nagyon klasszikus, ezt mondhatom, mint a barátnő, nem, hogy te így a konzervatív típushoz tartozol. Igen, meg egy kicsit ilyen zárkózott igen. vagyok, amit sokan nagy képűségnek. Szóval ez a testtartás például nem abszolút mondjuk bevet. Most kipakoltál mindent, hogy jön a Tomi. Nem baj az. És lányok, ti hisztek abban, hogy több igazi van, vagy csak egy igazi van az ember életében? Hát, ha itt van, akkor én rácsesztem. De most miért mondod? Hát, mert egy egyedülálló vagyok. Jó, hát még jöhet, tehát olyan fiatal van, vagy. Akkor mindjárt itt lesz. Ja? Igen. Az egy. Az az igaz. Jó van, most már idő van, tehát. Ha jöhetne. Mivel itt műsorban vagyunk, és megadatott nekünk, hogy benne vagyunk egy tévében, igen. akkor tegyünk egy felhívást, hogy a Kizsónak keresünk. Bárt keresünk a Kizsónak. Egy normális nyugodtan film. Jelentkezzen bárki. Mert ha betölti a 40 évet, már akkor szeretne. Mi van? Lehet, hogy 45 évesen találja meg. Ha még akkor is lehet szülni. Ha úgy jönne, hogy én neten panaszkodnék, vagy siránykoznék, de tökre nem. Én köszönöm szépen, jól vagyok, nem kellene a jelentkezések. Én hiszek a sorszerűségben, majd akinek jönnie kell jön, ha nem, akkor meg nem. Hogyan szedtek föl egy pasit? Én is megnézek egy férfit, hogy na hát ez rendben jó, van. És mit nézel meg először hát a rajta? Sérója. Igen. Jó, megvan-e a haja csinálva, a körme, az nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Ha meg legyen a cipője fényes, tiszta. Tehát ez a kombó. Haj, köröm, tehát igen. Sorba főcsakrák, haj, köröm, cipő, legyen tiszta. Tehát te ez, amit megnézel. Én álltam a vízparton. A vízparton, hát hol más? Oké. Okay. És a Gusti jött a gitárra. Jamon, jamais! Én vagyok a Bódi! És utána leültünk! Hát, ez szukár vagy! Na, üljünk le! Na, itt képzelem! Ilyen gyorsan? Elszöksz velem? Tudok nokedlit szakban. Akkor elveszlek! Érkezzen hozzánk a férfi, aki idegen vezetésben is jó, és megkódította dobókat a szívét, Zsidró Tamás! Először elvittem Balatonra. Na, vitorlásra. És az volt a furcsa nagyon, hogy képzeljétek el, hogy én életemben azért nők között nőttem föl, meg azóta is egész életemben nők között vagyok, és én olyan zavarba voltam végig, pedig ismertük is egymást. Ismertük egymást, és ráadásul nem is nagyon szívleltük egymást abban az időszakban, annó 20 évvel ezelőtt, tehát nem voltunk egymás nagy kedvencei. Hát igen, pontosan. Nem tudom. Ez volt. Nem, és akkor az... Elhívott a Balatonra, és kézzétek, annyira készült, hozott piknikkosrat, elment reggel hajnalba vásárolni. Jó, igen. Megjött voltam. Elém a paripával. Ja, mondom, nyomtam nagyon a csöngőt. Tehát te őt, neked ez a 20 év, vagy ez a nem szívlelés, ez akkor nem játszott. Tehát te egyszerűen láttad őt, láttad, hogy milyen igen, volt, igen. Milyen azért mi lett belőle. Régen találkoztunk, igen, szerettem volna beszélgetni. Esküszöm, meg se fogtam a kezét. Uh-huh. Az, ugye? Aznap nem. Te tényleg? Igen. Hiányoltad is utána. Hát aznap nem, de egy hét múlva már megmutattad a hálószobát. Na. Ugye itt arról beszélgettünk még, hogy egy ember életében hány igazi van, és te is azért egy hosszú kapcsolat után vagy találkoztál a Katával. Férfiként ez hogy néz ki, hogy hány igazi lehet egy férfi életében? Húha, hát ez azért nehéz kérdés, mert mi, az ember mindenkiről, tehát úgy megy bele egy kapcsolatba szerintem, hogy mindenkinek fölajánlja magába azt, hogy ő lesz a. Igen. Tehát, hogyha már úgy mész bele egy kapcsolatba, hogy hát úristen, hogy az ezelőtti milyen volt, én megpróbáltam azt nagyon-nagyon lezárni azt a dolgot, és egy teljesen másképp venni, de amúgy is nagyon-nagyon nehéz természetesen egy új kapcsolatba, de arra nem szabad gondolni, hogy milyen volt az előző.
mert akkor ezt elrontod, persze, ezt a következőt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki egy következő kapcsolatba belemegy, az tiszta lap, kezdjük írni együtt. Tehát mint egy jó bor. Érted, egy jó kapcsolat, és ugyanolyan, mint dolgozni egy jó bor. Dolgozni kell egymással. Így van, kifor, vannak jó sok habot, le kell szedni róla, és amikor utána egyszer csak ott lesz az az isteni nedű, amit jó inni. Uh-huh. Jó szólt! Ah, de szép volt! Sokszor megfigyeltem, hogy a nők a hajukkal kommunikálnak, tehát a zavarukat is a hajukba rejtik, tehát akkor túlnak bele sokat, és így van, amikor zavarba vannak. És az egy nagyon jó jel a férfiaknak. Egyébként képzeljétek el, hogy minket Párizsba, ugye dolgozom egy nagy cégnek, és ott képzeld el, hogy van olyan, hogy ki oktatnak minket arról, hogy egy nőnek például hogy lehet azt előcsalni belőle, hogy milyen frizurát szeretne, képzeld el. Na hogy? Azt szeretném megkérdezni, hogy te milyen frizurát szeretnél. Hát, figyeld? Igen? Figyeld, az első mozdulata elkezdte fölfelé nyomni a haját, igaz? Képzeljétek el, bocsánat, nem, az azt jó. Jelenti, hogy nagyon picit itt szeretné, hogyha megemelkedne hátul a haja. Ezt elmondhatjuk mindannyian, hogy azért a szexi, ha egy pasi tud főzni, és te nagyon jól főzöl. Ezért szexi vagy. Köszönöm szépen. És hajat is tudok vágni. Igen, az univerzális. Az az igazság, hogy én nem akartam ilyen pizza rendelgetős apuka lenni, és akkor elkezdtem... De hogy a gyerekek miatt kezdtem? Abszolút, és elkezdtem azokat a dolgokat főzni, összerakni, amiket láttam, de soha nem próbáltam. Uh-huh. És akkor először sültek voltak, sok sült. Ugye, mert azt beteszed a... kicsit besózott, borsózott, beteszed, aztán kiveszed, az nem az nehéz. Az jó betett neki, mert vega lett. Ja, igen. És akkor így alakult, és egyre bátrabban, mert a bátorság kell a főzéshez, mint a sütéshez is. Az is, én például sütni soha nem mertem, most se linzert sütök, tehát nem ott tartok, de megmondom őszintén, hogy annak is neki merek állni már. Kavaros, minden. Össze, jobbra, balra, tojás. Tehát tulajdonképpen neked a gyerekek miatt szeretted abszolút volna, hogyha házi igen. Kosztot kapnak. Így és van, nem pedig így van, az én ízeimet. És ez sikerült. De jó.